Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti. Tisztelettel köszöntöm Önöket, ez a több-kevesebb adása, Rónai Egon vagyok, a mai szerkesztő, Hazafi Zsolt. Mielőtt belevágnánk az interjúba, mondok egy rövid előzetes, meg egy-két gyors gazdasági hírt. Ma belefér, mert hogy három interjút hallatnak majd. Egyik arról szól majd, hogy megállt az infláció lassulása idehaza, bár a mutató továbbra is 4% alatt mozog, vajon mire számíthatunk hosszabb távon. Ezt a hosszabb távot akár néhány hónapban is mérhetjük. Aztán beszélünk arról is, hogy mit jelent az, hogy az éves terv 103%-át tart a költségvetési hiány. Gyakorlatilag 4 hónap alatt teljesítette a kormány azt, amit egész évre tervezett. Összeomlás vagy egyfajta tervezett gazdasági nehézség, amiből az adóbevételek okán majd kilábalás is lesz, ennek járunk utána. És egy világbanki terv a legelejére: átalakítaná a világbank a húsipart, drágítaná a termelés, drágább lenne a marhahús és a tej például, de hát vannak egészen radikális zöldek, akik azt állítják, hogy át kéne gondolnunk magát a fogyasztásunkat, és nem csak a fölös fogyasztást, hanem mondjuk az élelmiszerfogyasztást is, és át kellene térnünk sokkal-sokkal hatékonyabb és zöldebb módszerekre. Ez lesz majd a műsorban. Most néhány mondat a legfrissebb hírekről. Megtorpan például a benzinár csökkenése ezen a héten. Árstopp változatlanul nem várható, viszont a jelek szerint marad szerdán a 95-ös benzinek 612 forintos és a gázolajnak a 609 forintos átlagára. Kiderült, hogy mely ingatlanokat a legnehezebb eladni ma Magyarországon. Ha hiszik, ha nem, bár lehet, hogy önök ezt már tudták, a használt családi házak eladása a legnehezebb. Ezek több mint fél évig vannak a piacon, ami az előző negyed év átlagához képest is 30 nappal hosszabb idő. Egyébként a panellakások például változatlanul viszonylag gyorsan fogynak, már az esetben, hogyha megfelelő áron kínálják azt az eladók. Aztán szólhatnánk arról is, és lehet, hogy a héten majd még meg is tesszük, hogy hogyan lehetne jobb a magyarok anyagi helyzete. Egy kutatás szerint borzasztó egyszerű lenne a módszer, és ezt támogatnák a legtöbben. Méghozzá, hogy az óvodában már el kellene kezdeni a pénzügyi ismeretek átadását, az iskolákban pedig legyen az általános vagy középfokú, kötelezővé kéne tenni, és önálló tárgyként kellene tanítani. Főleg a megtakarítások hatékony kezelését, a saját pénzügyi célok meghatározását, illetve a felelős pénzügyi döntések meghozatalát. Hát ez ügyben azt gondolom, hogy kinek-kinek megvan a maga tapasztalata, egyrészt a gyereke által, másrészt a saját életéből is, hogy ebben bizony mennyi igazság van. Rögtön telefonálunk és hívjuk Éder Tamást, akivel arról fogunk beszélgetni, mint a Magyar Húsiparosok Szövetségének társadalmi elnökével és még számos pozíció birtokosával, hogy mit akar a világbank és miért akarja azt az élelmiszeriparban. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Ahogy az imént ígértem, itt van a vonalban Éder Tamás, a Bonafarm csoport vállalati kapcsolatokért és kommunikációért felelős igazgatója, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke. Üdvözlöm és örülök, hogy beszélhetünk a Világbank terveiről. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szóval ez a világbanki terv, ez arról szólna, hogy azon országok, amelyek CO2 gazdag termékeket állítanak elő, vöröshúsok, tejtermékek például, ne fordíthassanak támogatási milliárdokat ezen túl, ezeknek a termékeknek az előállítására, hanem kifejezetten éghajlatbarát termékekre költsék el. Baromfi, gyümölcs, zöldség, ilyesmik. Mit gondol erről? Ez egy rendkívül radikális gondolatnak tűnik, olyan mértékben akar beleavatkozni a több évszázados hagyományos mezőgazdasági folyamatokba. Ez a kísérlet, ami azt gondolom, hogy hát még hogyha meg lenne a politikai szándék, akkor is rendkívül nehezen megvalósítható lenne. Azért az állattartás, az állati eredetű élelmiszerek fogyasztása, hát az most már több tízezer éve velünk van. 5000 éve már a bronzkor óta vannak emlékeink arról, hogy tudatosan állatot tartottunk. Tehát nem csak az, hogy vadászat révén
állatot, vagy állati eredetű terméket ettünk, hanem tudatosan elkezdtünk állatot tartani, és hát tudjuk jól, hogy az állati eredetű étkezés az nagymértékben hozzájárult az emberiség fejlődéséhez, azzal, hogy hát az emésztési idő lerövidült, az emésztésre fordítandó energia lerövidült, ezzel módi nyílt arra, hogy az agyunk gazdagodjék, növekedjék. Na tehát egy olyan fontos tevékenység elől szívná el itt a levegőt részben a Világbanknak ez a tanulmánya, ami azt gondolom, hogy ha még látnám is azt az erős politikai szándékot, ami szerintem nincsen, amellett is egy rendkívül nehéz dolog lenne. Na itt igazából persze az a kérdés, és ezt a kérdést önnek is felteszem, mint hogy a Világbank is a jelek szerint ezen töprenk, hogy fenntartható ez a több száz vagy több ezer éves étkezési tradíció, ami az emberiséget jellemezte a korábbi évszázadokban, évezredekben, vagy valami radikális változás kell, ugye a zöldek kifejezetten ezt pártolják, ha rajtuk múlna a szarvasmarha tenyésztés véget is érne. Ugye ez már csak azért is egy érdekes felvetés, mert mindentől kezdve akkor az a kérdés, hogy akkor a gyönyörű szép legelőinknek a hasznosítását azt hogyan kívánják megoldani. A szarvasmarhát rengeteg támadás éri elsősorban a metán kibocsátás miatt, de azt egy percig nem felejthetjük el, hogy a legeltetéses szarvasmarha tartás az a vidéki tájképnek a fenntartásában egy fontos szereppel bíró tevékenység. Elsősorban ugye gazdagabb legelőjű régiókban, tehát ott, ahol az eső azért a füvet, illetve a réteket gazdagabban tartja, és gond nélkül lehet rajta marhákat tartani. Úgyhogy ez is egy olyan dolog, hogy így az egyik oldalával kapcsolatban van valami mondva a zöldek részéről, a másik oldalával kapcsolatban meg nincsen. Tehát egy ilyen egyoldalú kijelentések. Ugyanakkor azon valóban kell gondolkodnunk, hogy miként lehet mindannak a általában az élelmiszer előállításnak, de ezen is az állati eredetű termékek előállításának ökológiai lábnyomát csökkenteni. Erre egyébként a korszerű mezőgazdaság az nagyon sok választ is ad. Jelentősen csökkent az elmúlt évtizedekben az 1 kg állati eredetű termékre jutó energiafelhasználás, takarmányfelhasználás, sokkal hatékonyabbak vagyunk, sokkal hatékonyabbak a fajtáink, sokkal hatékonyabbak a technológiáink, úgyhogy jó irányba megyünk, azt gondolom. Azon lehet gondolkozni, hogy hogyan lehet még tovább javítani a hatékonyságot, illetve azt szoktuk elfelejteni még, hogy az élelmiszerek esetében talán az egyik legnagyobb, hát felesleges ökológiai lábnyom az a pazarlásból fakad. Az elmúlt évek felmérései azt mutatják, hogy a termékpályán nem feltétlenül az előállítás során, hanem inkább utána a disztribúció során, a szállítás során, a kereskedelemben, illetve otthon a háztartásokban van a legnagyobb élelmiszerpazarlás. Ha ezeken szignifikánsan tudnánk csökkenteni, akkor nagyot lépnénk abban azon a területen, hogy csökkentsük általában az élelmiszer előállítás és fogyasztás ökológiai lábnyomát. Úgyhogy én inkább ilyenekben gondolkoznék, kevésbé forradalmi, a társadalom egésze által elfogadható megoldásokat kellene inkább a címekbe és a címoldalakra helyeznünk, mert ebben az esetben azt gondolom kisebb konfliktussal és nagyobb eredményt érhetnénk. Mind gondolkozik arról az őrültnek látszó tervről, ami aztán valóságban hát annyira nem őrület, mert a Távol-Keleten ez gyakorlat, hogy térjen át az emberiség a rovarevésre, amitől rendkívül sokan irtóznak és belegondolni sem mernek, miközben azt állítják, hogy például a fehérjepótlásnak a leghatékonyabb módja lenne. De vannak olyan kultúrák, ahol ennek hosszú-hosszú évszázados hagyománya van, és vannak olyanok, amelyeknél nincs. Én ezen a területen sem gondolom, hogy olyan forradalmi változási lehetőségek lennének, hogy na itt akkor egyik napról vagy egyikről a másikra megváltoztatjuk a fogyasztást. Azt gondolom, hogy az, mint potenciális alternatíva, az meg fog jelenni, felénk is valószínűleg előbb-utóbb, nyilván nagyon erősen szabályozott környezetben, és aztán majd eldöntik az emberek, hogy kívánnak ezzel a lehetőséggel élni. Én egyébként a rovarfehérjék esetében sokkal nagyobb lehetőséget látok az állati eredetű takarmány előállítás területén, tehát a rovarfehérjéknek
Az európai kultúrkörben azt gondolom, hogy inkább itt lehetne nagyobb jelentősége a közeljövőben. Ugye tudjuk jól, hogy az európai állattenyésztés az eléggé fehérje deficites. A nagy mennyiségű szóját kell vásárolnunk elsősorban Dél-Amerikából, illetve Észak-Amerikából. Ezt, hogyha részben tudnánk helyettesíteni rovarfehérje összetevőkkel az állati takarmányokban, azzal például már szintén egy szép lépést tennénk előre. Köszönöm szépen, hogy ezekről beszélettünk, higgadt hangot ütött meg ennek. Én azért is örülök, mert nagyon könnyű elsodródni a zöld hullámban afelé, hogy mit tiltsunk meg, és sokkal jobb, hogyha nem tiltunk, hanem okosan lépegetünk egyről a kettőre. Én is azt gondolom, hogy a nyugodt szakmai alapú párbeszéd az fogja itt is meghozni az értelmes megoldásokat. Éder Tamás, köszönöm szépen. Köszönöm én is, viszontlátásra. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. Ha az inflációról beszélünk, akkor vannak furcsa kilengések és furcsa adatok. Soha nem volt még ilyen drága a jogosítvány, a fodrász és a temetés. Rekordszintre drágult ezeknek a termékeknek, szolgáltatásoknak az ára. Ugyanakkor persze az is látszik, hogy bár az infláció valamelyes mozdult és korán sem tűnt el, a magyar közéletben témát jelent most is, de csak csekély a drágulás, hogy vajon mire számíthatunk, azt kérdem Erdélyi Dórától, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjétől. Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat, jó napot kívánok! Szóval az, hogy picike mozdulás fölfelé, az mennyire ijesztő jel egy szakértőnek, aki hosszú távú elemzésekkel foglalkozik, és nem csak a pillanatot látja? Igen, minimális volt csak márciushoz képest az elmozdulása az inflációnak áprilisban. Összességében kedvezően alakult, 3,7%-kal nőttek a tavalyi év áprilisához képest a fogyasztói árak, és ezzel továbbra is az MNB célsávjában áll a mutató, 2-4% közötti inflációs célsávot határoznak az MNB, amiben szeretné az inflációt tartani. Ezen belül mozog az infláció idén január óta, és az áprilisi kismértékű gyorsulás a márciusi 3,6%-ról 3,7%-ra azért minimálisnak tekinthető. Az előretekintést is itt mondjam el? Hát hogyne, én kíváncsian várom, aztán majd úgyis beszélgetünk még erről mindjárt. Rendben. Köszönöm. Előre tekintve egy átmeneti emelkedés várható, és ennek technikai okai vannak. Tavalyi évben az infláció április-május környékén elkezdett dinamikusan lassulni, és ez egy visszafogottabb bázisokat alakított ki. És ez az úgynevezett bázishatás az idei év következő hónapjaiban már egy emelkedő, gyorsuló pályára állítja átmenetileg az inflációt. Ez azt jelenti, hogy májusban már 4% fölé gyorsulhat a hazai infláció, majd az év nagy részében ilyen 4% felett ingadozhat, oldalazhat. Ez azt jelenti, hogy így határozott trend nélkül mozog majd az infláció, majd év végén egy kicsit ismét gyorsulhat 5-6% közelébe. De kiugró, durva inflációs emelkedésre ezek szerint ön sem számít, mint hogy a kutatók nagy része sem, de többen megjegyzik, hogy igen, hát ez egy lefelé csúszó folyamat ebben az évben megint. Igen, pontosan, de átmenetileg emelkedik az inflációs mutató, technikai okai vannak, illetve a szolgáltatások esetében látható egy erősebb átárazás az idei év elején, ami még egy pár hónapig kitarthat, és ez növelheti az általános árszínvonalat, viszont ennek is már látszik a lecsorgása. Tehát összességében nem egy durva, kiugró, hosszú távú inflációs gyorsulás, emelkedés várható, egy kisebb mértékű inflációs
emelkedést látunk csak. Azt mondta hajdanában az IMF, hogy olyan 3,2, ha jól emlékszem, amit erre az esztendőre vár növekedést, emelkedést. Ez magasabb, mint ami Magyarországon most reálisnak tűnik. Ez a lemaradásunkat növeli, és kihívásokat hoz, például akár a költségvetés számára, amelyik ugye abban lenne érdekelt, hogy több adóbevétellel dinamikusan növekvő gazdasággal konszolidálja a költségvetési hiányt, vagy ez ránk valójában igazából nem is hat? Kihat azért az emberek pénztárcájára, főleg a reál kereseteken keresztül, viszont a tavalyi évhez képest idén már a reál bérek, azaz a kereseteknek a vásárló ereje, hogy mennyi terméket vehetünk, az összességében pozitív lesz a tavalyi csökkenést követően. Tehát nőhetnek a reálbérek, az, hogy mennyit költhet el a lakosság, ez pedig az év második felében a fogyasztást is egy emelkedő pályára állíthatja, lendületet vehet a kiskereskedelmi szektor. Ennek már látszanak az első jelei. Egész jó számot mutat most az euró-forint árfolyam, hogyha rátekintünk. Elég régen nem volt ennyire jó, 387 forint körül mozog. Ez jelent valamit inflációs szempontból? Az ember azt gondolná, hogy ezek azért olyan kis különbségek, hogy valójában igazán nem, de közben, ha olcsóban jutunk hozzá valamihez, akkor talán olcsóban is adjuk. Igen, az árfolyam mozgások is befolyásolják inkább közép és hosszú távon az infláció alakulását, mivel időbe telik, amíg az árfolyam mozgások az importált termékeken keresztül átgyűrűznek, bejutnak a hazai piacra a fogyasztási cikkekbe. Az üzemanyag áraknál látható talán egy gyorsabb átfolyás, átgyűrűzés. Itt főleg a forint dollárral szembeni árfolyamát érdemes nézni. Annak a gyengülése az üzemanyagárakat általánosságban emeli, még az erősödése az üzemanyagárakat csökkenti. De természetesen az üzemanyagáraknál ez csak egy tényező, ezen kívül több más tényező is befolyásolja azoknak az alakulását. De kérése, parancs, már nézem is, hogy hogy áll az amerikai dollár árfolyama, 358 forint 60 fillér körül mozog most. Ez is jobb, mint volt, olyan 2-3 forinttal a reggelhez képest, úgyhogy tulajdonképpen most jól vitézkedik a forint, hát ha jól vitézkedik majd az infláció is, és a kasszánál egy picit kevesebbet kell hosszú távon fizetnünk. Erdélyi Dóra, köszönöm szépen önnek. Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőit hallották. Viszonthallásra. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. 4 hónap kellett ahhoz, hogy folytassuk gazdasági magazinunkban a gazdaság témáját persze, hogy 103%-ig növelje a kormányzat a költségvetési hiányt, azt a költségvetési hiányt, amelyet egész évre tervezett. Persze lehet azt mondani, hogy és innentől kezdve nem növekszik, és akkor nagyjából eltalálták, de hát az eddigi gyakorlat nem ez. Közben megszólalt Csányi Sándor, az OTP elnök vezérigazgatója, aki elmondta, hogy hát ő már nagyon régóta mondja, hogy rossz felé haladunk, bár Marco Rossival elégedett a futball, tehát rendben van, az OTP is rendben van az ő véleménye szerint, de a magyar kormány gazdaságpolitikája az nincs rendben. Hogy a kettő összefügge, Marco Rossi kevésbé ezzel, azt most megkérdezem Balázsi Zsoltól, a Hold alapkezelő portfólió kezelőjétől, közgazdásztól, aki itt van a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Melyikről könnyebb beszélni? A Marco Rossiról és a fociról, vagy a kormány gazdaságpolitikájáról? Mit gondol? A kormány gazdaságpolitikáról nekem könnyebb beszélnem, mint a fociról, de hát ez a specializáció van a munkaerőpiacon, úgyhogy mindenki ezzel foglalkozik, amivel. Azt hittem, hogy Rossit választja, mert az legalább egy sikertörténet eddig. Hát jó, nem. Hát, na jó, szóval innen van honnan javulni. Ez igaz. Ugye a költségvetési hiány van. Na nézzük akkor a 103%-ot, ez mit jelent? Ugye azért itt sok minden kavarodik. Hát egyrészt na jó, kezdjük ott, hogy mi ez az áprilisban meglevő 100%-os hiány. Ez ugye az olyan, mintha az éves átlaghőmérséklet Magyarországon minden évben 10-20 fok körül van,
De hogyha valaki ezt úgy mérné, hogy elkezdi méregetni, majd szeptemberben azt látja, hogy úristen, az idei átlag hőmérsékletünk az 15 fok, úristen, mekkora globális felmelegedés van, akkor azt mondjuk neki, hogy ne nyugodtan dőljön hátra, mert most jön még csak október, november, meg december, amit tudjuk, majd megint leviszi 10 fok környékére az átlag hőmérsékletet. Tehát semmi baj nincsen, továbbra is 10 fok a Magyarországon az átlag hőmérséklet, és így épül fel a költségvetési hiány is. Az első hónapokban mennek, nagyon sok kiadás van minden évben, és az év utolsó hónapjaiban jön be például az adóbevételek nagy része, és gyakorlatilag a középső hónapokban tényleg például nem is változik a költségvetési hiány. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy 103% ez rossz, csak ez ugye eleve az 3%-os költségvetési hiányhoz volt mérve, ami teljesen komolytalan volt már, amikor bárki kitalálta ezt, hogy 3% lesz idén a költségvetési hiány, ami tavaly 6,5% volt, ugye ez akkora megszorítás, amit nem bír el egy magyar gazdaság. Úgyhogy ehelyett meg is emelték most már ezt a hiánycét 4,5%-ra, és a 4,5%-os hiánycél, elnézést, szóval 4,5%-os hiánycél esetén még csak úgy 2/3-nál vagyunk, igen, nagyjából, ami az előző évekhez képest egy teljesen normális, sőt, még talán kicsit jobb is, mint az előző évek, úgyhogy nincs, elnézést, bocsánat. Jobbulást kívánok! Na, jó, akkor... Szóval, hogy én értem, csak az előző példája, tehát megemeljük a tervezett költségvetési hiányt magasabbra, és akkor már rögtön 2/3-nál járunk, és az átlag hőmérséklettel kapcsolatos előző megállapítása azért az egymással valahogy nem talál hangot, mert hogy az átlag hőmérsékletre is mondhatom azt, hogy jó, hát akkor mostantól 15 fok, és akkor már rendben is van. Ez igaz, de erre mondom azt, hogy a 6,5%-os tavalyi költségvetési hiány, tavaly előtt 6,2, előtte 7, meg 7,5 volt. Tehát, hogy ezekhez képest a 3 az egy teljesen irreális politikai blőzum volt. Tehát az olyan, az nem is értem, aki akkor kimondta, azt se gondolta komolyan. Tehát a 4,5% sem valószínű, hogy teljesülni fog. És egyébként ez azért nem probléma, vagy nem nagy probléma, vagy nem akkora probléma, mint amely korának látszik, mert a világ összes országa így működik jelenleg. Az a baj, hogy a kormányok rászoktak a pénzosztásra, a szavazatválasztására, és erről nagyon nehéz lejönni, és viszont egy kicsit feloldolázás az, hogyha minden ország, jelenleg az idei költségvetési hiány az Egyesült Államoknak 7% lesz. Tehát az, hogyha minden ország ezt csinálja, akkor nem az lesz, hogy elkapják Magyarországot, mint ahogy 2008-2009-ben elkapták. Magyarország ugye 2008-2009-ben volt nagyon nagy költségvetési hiánya, valami 10% körüli, ami hirtelen derült ki, de ráadásul jött a pénzügyi válság, globális pénzügyi válság, senki nem akart senkinek kölcsön adni pénzt, már pedig a költségvetési hiány az azt jelenti, hogy valakitől kölcsön kell kérni pénzt, és ezért abból aztán óriási baj 2008-2009-ben. De most nem ilyen a helyzet. Jelenleg a világban mindenki boldogan ad mindenkinek kölcsön, ezt onnan tudjuk, hogy a pénzügyi piacok, azok, mint a részvénypiacok, mind all time, minden csúcsaikon vannak, még a magyar Bux Index is. A kötvényhozamok azok emelkednek, de más miatt nincs az a probléma. Akkor látnánk, hogy probléma van ebből a nagyobb magyar költségvetési hiányból. Mondom, a 4,5% is nagyon reális. Tehát inkább 5 és 6 között lesz az a költségvetési hiány idén, majd még megemelik még egyszer. De mondom, nem probléma, ha mindenhol a világon ez történik. Na de annyiból meg mégiscsak probléma nyilván, hogy a kormány mozgásterét, a beruházási lehetőségeket, a munkahelyteremtés vágyát, a GDP növekedés tervét, azt korlátozza. Hát ugye a maga a költségvetési hiány az azt jelenti, hogy többet költ a kormány, tehát vagy az állam, tehát nem, az nem... De ha ezt vissza akarom fogni, tehát van egy tervem, igen, hogy lásd Lázár János életművének gyöngyszeme, a minden beruházást megállítok című mondat. Tehát, hogy nyilván, hogyha egy ilyen történés van, és a kormánynak van egy ilyen szándéka, legalább be akarja mutatni ezt a szándékot, az visszafogja a költekezést, a beruházást. Így van, és ezért volt teljesen irracionális, vagy irreális az, hogy 6,5% után ide 3% ezt a költségvetési hiány, mert az 3,5%-nyi megszorítást jelentett volna. Most a 4,5% az már csak 2%-nyi megszorítást jelent, de még valószínűleg ez se jön össze. De igen, tehát a nagy költségvetési hiányokat nem lehet sokáig fönntartani. Addig lehet fönntartani, amíg ezt a pénzügyi piacok hajlandóak finanszírozni. Mikor nem hajlandóak, ezt látni fogjuk, onnan fogjuk látni, hogy a forint őrült mód gyengül, vagy a kötvényhozamok őrült mód emelkednek, mint láttuk ezt 2008-2009-ben. Tehát és jelenleg nem ez van,
jelenleg egy komótos forintgyengülés van, de az hogy mindenkinek jónak látszik. Van egy enyhén, Magyarországon egy enyhén magasabb kamat, mint a környező országokban, de pont ez az, ami lehetővé teszi azt, hogy a forint ne gyengüljön gyorsan, és hogy adjanak kölcsön emberek Magyarországnak pénzt. Mi történik akkor, ha bármi változik a világban? Tehát akár a háborús hangulat fenyegetése, akár valamiféle gazdasági kraktól vagy tőzsdei bezuhanástól való félelem, és mi van akkor, hogyha a magyar kormány nehezebben finanszíroz? Értem, megugrik a forint árfolyama, és aztán? Ekkor van baj. Tehát hát mondtam, 2008-2009-ben láttunk. Akkor ugye 2008-2009-ben mi volt a megoldás? Az IMF-hez fordult az ország, mert az IMF az egy ilyen az utolsó menedéke az olyan országoknak, ahol elszálltak a költségvetési hiányok, és külföld nem hajlandó finanszírozni azt, de mondom, Magyarországon nem szálltak el. Tehát az a 6,5%-os költségvetési hiány, ami tavaly volt, az ugye a régióban nem volt kirívó különösebben. És ez az idei költség. Tehát, hogy amíg... Na de, amíg... hogyha egy felelős kormányban gondolkozom, már pedig 14 év kormányzás után ebben a kormányban muszáj ezt látnunk, akkor nekik kutya kötelességük csökkenteni a hiányt, pontosan azért, hogy ez a kitettség ne legyen meg egy adott probléma esetén. Ez így van, tehát sokkal jobb lenne, hogyha ugyanezt a gazdasági növekedést költségvetési hiány nélkül tudnák szállítani. Ugye van ez a prociklikus gazdaságpolitika, és az volt igazán a baj Magyarországon, vagy az egyik baj az volt Magyarországon, hogy miközben futott a szekér, akközben is ezt egy ilyen folyamatosan nagy költségvetési hiánya még nyomták, ugye ez volt a úgynevezett high pressure economy, amit most megint elővettek, mindegy, most ebben nem menjünk bele, de... Igen, ez a nagy nyomású gazdaság, erre szokott Matolcsi György hivatkozni rendre, és aztán már Nagy Márton is. Így van, ami ugye akkor jó, hogyha ez mit jelent, az azt jelenti, hogy amikor pörög a gazdaság, akkor még az állam még beruház. Jobban megpörgeti a beruházásokat, ez akkor jó, hogy ezek a beruházások, amik létrejönnek, ezek termelő beruházások lesznek, profitábilis az ország, a gazdaság, stb. Számára. Az, hogy Magyarországon ilyen történik vagy sem, efelől vannak kétségeim, de önmagában az, hogy egy nagy nyomású gazdaság folyik, még akár lehetne is jó, az a baj, hogy amikor ezt az állam csinálja úgy általában, akkor az, annak nem szokott jó vége lenni, és valóban sokkal jobb lenne, hogy mindezt alacsony a költségvetési hiány mellett lehet ne csinálni, de nem lehet. Tehát a magyar kormánynak van egy nagy dilemmája, csökkenteni a költségvetési hiányt, de ugyanakkor szeretne gazdasági növekedést produkálni. Gazdasági növekedés árán könnyű lenne lehozni a költségvetési hiányt, de azt meg tartanak. Hát ráadásul idén is választás, két év múlva is választás, ez most ez ügyben egy sűrű időszak, nyilván nem akarnak olyan képet mutatni, ami azt mutatja, hogy nem ura a helyzetnek és az ígéreteinek a kormány. Közben Csányi Sándor, aki nem csak Marco Rossiról beszélt, még azt is mondta, hogy az országgal kapcsolatos bizalom azon múlik, hogy a költségvetési hiányt sikerül-e csökkenteni, és ezt elhiszik-e a kormánynak a befektetők. Egyetért? Igen. Ugye mondom, még egyszer 2008-2009-ben ez volt a probléma. Magyarországon egy kiugró költségvetési hiány volt, és összeomlottak a pénzügyi piacok. Na hát ilyenkor aztán, ugye, ahogy Warren Buffett mondta, apáikor derül ki, hogy ki nincsen fürdőnadrág, na hát ott kiderült. Na most dagály van, tehát azt mondom, hogy jelenleg mindenki boldogan finanszíroz. De a bizalom az akkor lesz érdekes, amikor hirtelen egy ilyen bizalomhiányosabb pénzügyi piac szakaszba értünk bele. Jelenleg nem ez van. Nem tudom, mikor lesz a következő. Ugye azért most sok ilyen válságon túl van az egész világ. Lehet, hogy ez még fenntartható egy darabig, és pláne fenntartható, hogyha mindenki más is ilyen magas költségvetési hiányokkal fut. Van ennek előnye és hátránya is. Az lenne jó, hogyha ezt a óriási költségvetési hiányt, ezt produktív dolgokra költeni az ország. Efelől vannak nekem is kétségeim. Balázsi Zsolt közgazdász, oldalapkezelő, portfólió kezelője volt a vonalban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, szóvalás. Minden jót kívánok önnek. Elbúcsúzom önöktől is, kedves hallgatók. Hazafi Zsolt volt a mai szerkesztő. Holnap jövünk ugyanebben az időpontban újra. Rónai Egon vagyok. Kellemes napot.